Szevasztok srácok, itt is vagyok egy újabb videóval, és már lassan két hete nem volt videó a csatornán, és hát ennek rengeteg sok oka van. Kezdjük ott az egésszel, hogy jelenleg tévés gyakorlaton vagyok, mint operatőr, illetve vágó egy helyi tévénél, ebben nagyon nem szeretnénk belefolyni. A lényeg az, hogy a múlt héten kipróbáltam azt, hogy milyen is, ha élesben dolgozom, és hát hogy mennyi idő marad azon kívül, hogy én ott vagyok, és közben vágom a videókat, híradókat, magazinműsorokat, helyszínen vagyok, forgatok, és hát rájöttem arra, hogy nagyon-nagyon kevés időm lesz, ha sikerül ezt az állást megszereznem, betöltenem, viszont nagyon-nagyon jó, legalábbis én nagyon-nagyon jól érzem magam benne, nem tudom, hogy mennyire fogja látni kárát ez az egész videózás, és sajnálom, hogy csak most érkezek egy új videóval, de higgyétek el, egyáltalán nem volt időm, és ha időm is volt, inkább csak pihentem, mert amikor reggel ilyen 8-tól este 9-ig bent vagy, és folyamatosan vágsz, forgatsz, és stb. Hazaérsz, biztos, hogy nincsen kedved ugyanazt csinálni, és ilyenkor inkább pihentem. Szerintem az lesz most, az elkövetkezendő időkben, hogy lesz más játék is a csatornán, és nem csak FIFA lesz. Lehet ennek pár ember nem fog örülni, de én igazából ennek örülök, hiszen jó lenne egy picit kibővíteni a csatorna kategóriáit, ha szabad így fogalmaznom, és ezért úgy terveztem, hogy több videó is, illetve több fajta játékkal is fogok játszani, mint ahogy már a címből kiderült, a mai videóban a Bloody Trapland 2-vel fogok játszani, de még mielőtt elkezdenénk, ígértem nektek egy olyan hetet, hogy minden nap lesz videó, sajnos ezt nem tudom nektek beígérni, és akkor nagyon nagy ígéretet tettem, hiszen azért 7 videót összerakni és egymás után minden nap kirakni, az is egy külön, nem tudom mit mondjak, egy hét kell ahhoz, hogy ezeket minden egyes nap felvett videót megvágjak, szóval 2 hétbe kerül az, hogy nektek egy héten keresztül legyen videó. Úgy döntöttem, hogy lesz egy különlegesebb videó, még, hát nem tudom, nagyot ígérjek-e, a jövő hét folyamán szerintem lesz. Jelenleg végzős hallgató vagyok egy média szakon, és mindenképpen kell egy vizsgafilmet csinálnom, és úgy döntöttem, hogyha kész az a vizsgafilm, és akármilyen hosszú lesz, szerintem ki fog kerülni a YouTube csatornámra, és majd onnan fogom megosztani szerintem Facebookon. Az a lényeg, hogy egy olyan rövid kis videó lesz, ami egy, hát nem is rövid, egy ilyen 20 perc körülbelül, ami a budapesti legszebb, illetve a látványosságokat fogja feldolgozni. Úgyhogy szerintem kezdjük is el ezt a játékot, és nézzük is meg, hogy milyen pályák vannak. A VR-os srácoknál láttam ezt az egészet. Az ehhez srácok, hogy ezeken a pályákon már végigmentem, hiszen az egyik haverommal játszottunk online. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most ezt az egészet a leges legelejéről fogom kezdeni, méghozzá az egyes pályától. Itt azért nincsenek nagy nehézségek, remélhetőleg nem fogom elrontani. Ó, ez megvan, első pálya kész. Mehetünk a másodikra. Ez egy picivel bonyolultabb, de szerintem ez is teljesíthető. Reméljük, hogy a második pályán nem fogunk felakadni. Ezek a tüskék, ezek, és most milyen halakat is beleraktak. Nagyon tök jó amúgy egy ilyen halászszimulátor. Nem tudom, hogy miért nem ugrik az a izé. Full nyugodtnak kell lenni, az a lényeg amúgy. Amúgy meg ebben a játékban is ugyanúgy, mint az előző verziójában, vannak olyan momentumok, amiket abszolút nem értek, hiszen nem ugrik, vagy túl nagyot ugrik, meg hát... Jó, ezt a... Úristen, ezt a gombot lenyomom, és akkor az ágyú akkor lő. Aha, akkor azt átugorjuk. Jó. Legtöbb pályát a haverom csinált meg, úgyhogy nem nagyon vagyok ott a szeren. Jó, megvan a harmadik is, illetve a negyedik pálya, egyelőre eléggé gyorsan megyünk tovább. Erre emlékszem, ez nagyon sok időbe telt. Remélhetőleg most egy picivel hamarabb fog működni. Aha, tüske. De miért ugrasz? Jó. Ez az, nagyszerű. Itt valahogy lightly-va kellene átmenni, csak nem tudom miért nem lightly-t nyomtam. Ó,
Megint az a tüske. Egyszerűen még 600-szor fogunk próbálkozni, de... Ah, nem értem, hogy miért nem... És megint... De nyomom az ugrást, lehet, hogy picivel hamarabb kellene. Próbáljuk megint. Jó, megvan, nagyszerű. Na, úristen, majdnem beleugrottam abba a fűrészbe. De... Jó. Ja, hogy oda föl kell menni, tényleg. És hogyha elrontom, akkor beleesek abba az izébe. A jó kis tüskés cuccba. Mire vállalkoztam én egyedül? Az a baj, ez egyedül nagyon nehéz. Jó. Úgy ne... Ja, azt hittem nem ugrottam rá kapcsolóra. Jó, megvan ez a pálya is. Túljutottunk. Itt az elején volt egy pici... gebasz, de hát... Ennyi azért belefér. Nézzük akkor az ötödik pályát. Nem, a negyed... Ötödik pályát, hülye vagyok. Ötödik pálya következik. Ami... tényleg. Ez egy nagyon szuper pálya. Mondjuk van egy kis segítség. Aha, oké. De megint ugyanaz van, most már rájöttem, hogyha ugorni akarok, egyszer ugrás, utána meg irány, mert ha irányt nyomok rögtön, akkor belefut, mint a nagymama a Trophy Pax-ba. De nem tudom, miért akartam ugrani. Úha, majdnem beleugrottam abba a tüskébe. De nyomom a másik fele és ott csúszik a falon, na mindegy. Próbáljuk meg még egyszer. Jó. Hát nem tudom őszintén, hogy mikor induljak el. Lehet, hogy most kellene. De lehet, hogy nem. Hú! Jó, 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 tovább mentünk. Oké. Jó, húha. Jó, és megvan. Ez az, tovább mentünk. Na és srácok, szerintem itt fogjuk befejezni ezt a videót, hiszen a kamerám mindjárt megadja magát. És hát szeretnék egy kis befejezőt rakni így a videó végére. Igazából köszi, hogy megnéztétek, mert hát van egy kis vlog rész is ebben a Bloody Traplandben. Meg ez az új játék is, és hát igazából írjátok le kommentben, hogy szeretnétek-e, hogy folytassam, mert én amúgy igen, és hát írjátok le véleményeteket nyugodtan, legközelebb találkozunk, Lehel voltam, és sziasztok!